Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Október 30-án újra egy portálnap van, ez a 10. nap ebben a 10-es sorozatban. Egy portálnap az azt jelenti, hogy a mi Földünk kapcsolatban áll a plejádokkal. Ez egy finom energiamező, ennek mindig van gyógyító ereje, felszabadít bennünket a nehézségektől, a félelmektől, és kinyílik egy égi kapu a spirituális terület felé. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor kezdődik. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy pontosan miről van szó, erről beszámolok ebben a videóban. Az, hogy mikor van egy portálnap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám, vagy rezgés. Egy rezgés 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a 7. A 13-as szám a majáknál egy misztikus szám volt, sőt, ők úgy gondolták, hogy a 13-as szám szerencsét is hoz. Ez a portálnap október 30-án a 6. hullámban van. Ez a 6. hullám eltart november 5-éig, utána majd indul természetesen a 7. hullám. A maja naptárról beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ez a 6. hullám és a 6. nap ebben a 6. hullámban a múltra utal. Itt vannak most emlékek a múltból, vagy valaki gondol rám. Az is lehet, hogy valaki visszatér hozzánk, vagy egy bizonyos esemény megismétlődik, amit már átéltünk a múltban. Ez a 6. nap, meg ez a 6. hullám azt is jelentheti, hogy vissza kell tekinteni a múltba, valamit még át kell vizsgálni, például egy bírósági ügynél. Ebben a maja naptárban vannak bizonyos szimbólumok. Ezen a portál napon, október 30-án Chuen uralkodik. Und Chuen lefordítva majmot vagy majmokat jelent. Ez azt közli velünk, hogy legyünk vidámak, és ne vessük, nem kell mindent olyan komolyan venni. Kell a vidámság, kell a nevetés, de csak bizonyos határig. Mert nem szabad, hogy másokat nevetségessé tegyünk, de fordítva is így van, nem szabad megengedni azt, hogy mások röhögjenek rajtunk, és majomnak nézzenek bennünket, akkor itt kellenek a korlátozások. Összefoglalnám azt, hogy milyen témák vannak ezen a portálnapon és ebben a szertartásban. Ennek van egy gyógyító ereje, felszabadít bennünket a félelmektől, kinyílik egy kapu a plejádok felé, kinyílik egy kapu a spirituális terület felé. Itt vannak emlékek a múltból, valaki gondol ránk, visszatérnek bizonyos események vagy kapcsolatok, lehet, hogy még át kell vizsgálni valamit, ami a múltban történt, és kell a nevetés, kell a mozgás, kell a vidámság egy bizonyos határig, de ezt nem szabad eltúlozni. Tehát itt is azért vigyázni kell arra, hogy mások hogy bánnak velünk. Nem szabad megengedni azt, hogy mások majomnak nézzenek bennünket. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!